Miniszteri és államtitkári szinten sikerült egyeztetéseket folytatnia október 14-én négy politikusnak az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. A budaörsi repülőtéren bizonyos repülési formák, ez a tanrepülésnek a iskolakörei, azok zavarják a lakosokat. Hozzá kell tenni abban az esetben, hogyha nem tartják be egyébként a repülők a szabályokat. Ezt a kérdést vetették fel, és erre próbálunk megoldást találni. Ugye itt van egy hosszú távú, meg van egy rövid távú, kvázi azonnali megoldás, a hosszú távú megoldás, és a kormány most készíti a repülőtér stratégiát, még nem fogadta el, de hamarosan elfogadja. Ebben a budaörsi repülőtér nem szerepel fejlesztendő repülőtérként. Rá kell nézni a térképre fölülről, hogy hol van a repülőtér. Most azon túl persze, hogy mindannyiunknak, akik a repüléssel Budapesttel kapcsolatban vannak, a budaörsi repülőtér az egy ikonikus dolog, ennek ellenére a város körben nőtte, tehát nyilvánvalóan ott tartósan a repülési tevékenységet nem lehet végezni, tehát egy hosszú távú megoldást kellene találni. Rövid távon ugye a minisztériumhoz tartozik a közlekedési hatóság, aki egyébként a légügyi hatóságot is magába foglalja, több dolgot fogunk tenni. Elsőkörben a Közlekedési Tudományi Intézet fel fogja mérni azt, tényleg is, mi is történik. A lakóktól is kapunk nagyon sok információt, telefonos videófelvételeket, egyéb más, de sajnos ezt nem tudjuk, hogy jó kezdem, mert látjuk rajta a repülőt, nem azonosított a repülő, ezt a KTI az elkövetkező hetekben felméri, megnézik, hogy ténylegesen abban az időszakban, amikor ez gondot okoz, mi történik, tehát milyen repülési tevékenység folyik. Kötelezővé fogjuk tenni azt, hogy a repülőgépeknek használni kell a transponderét, tehát hogy lehessen követni, és a Hungarokontroll, a magyar légügyirányító szervezet pontosan fogja tudni, hogy mikor ki repült és milyen útvonalon repült, és a repülőtérrel egyeztetve az ő számukra megnézzük, hogy milyen módon tudjuk ezt szankcionálni, tehát ne térjenek el a repülés iránytól. Van persze több olyan megoldás, amit szintén meg fogunk vizsgálni. Megnézzük ténylegesen magának ennek a körnek az elhelyezkedését, ezt már módosítottuk egyébként egyszer, tehát elvileg nem kellene, hogy a lakott terület fölött repülőgépek haladjanak el, de lehet, hogy manőverezési problémáik vannak, tehát megnézzük, hogy hogyan lehet tovább módosítani, akár az irányt, akár magát ezt a kört. Megnézzük azt, hogy az időzítést, tehát időben hogyan tudjuk korlátozni, ugye hétvégén az egy legitim igény a lakóktól, hogyha kint ülnek a kertbe, akkor fölöttük ne ha nagy zajjal haladjanak a repülőgépek, de illetve mondjuk este is ugyanez a helyzet, megnézzük ennek a korlátozásának a lehetőségét, megnézzük azt, hogy a technológiát hogy lehet arra alakítani, hogy alapvetően repülőgépekről van szó, hogy kisebb zajt bocsássanak ki, de az első megoldás az, hogy ne repüljenek lakott terület fölött, úgyhogy abban maradtunk képviselő urakkal, hogy december közepén ugyanebben a körből összönünk, és akkor megnézzük, hogy meddig jutottunk ezen a dolgon. A 22. és 11. kerületből is érkeztek lakossági panaszok a kisrepülők által okozott magas zajszennyezés miatt. Mindenki érzékeli, hogy tarthatatlan a helyzet. Tehát olyan zajterhelésnek vannak kitéve a budaörsi reptér környezetében a lakók, hogy itt mindenféleképpen be kell avatkozni. És örvendetesnek tartom, hogy az elmúlt időszakban államtitkár úrral történt egyeztetéseimnek az eredményeképpen már történtek intézkedések, és ma a miniszter úr további javaslatokat fogalmazott meg, hogy hogyan lehet csökkenteni ezt az elviselhetetlen zajterhelést. Ugye amit elértünk, és amit nem szabad lebecsülni, hogy meg sikerült változtatnunk azt a tanulókört, amin ezek a gépek repülnek, ez egy nagy eredmény volt, amikor együttműködtünk a helyi civilekkel, illetőleg az üzemeltetővel. Az üzemeltetőnek a feladata, hogy ezt a tanulókört átalakítsa, ez megtörtént. Most az a kérdés, hogy sikerül-e érvényesíteni és betartatni a repülőkkel, hogy ezt a kört, ezt ne lépjék túl. És ennek érdekében különféle javaslatokat fogalmazott meg a miniszter úr, ami azt gondolom, hogy nagyon örvendetes, sőt, ezen túlmenően, ami a tanulókör betartatásán túlmenő javaslat, fölvetettem azt, hogy időben nem lehetne korlátozni, mint ahogy a fűnyírás korlátozva van, hiszen hétvégén, vasárnap ez nem lehetséges a kerületeinkben, a repülésnek a lehetőségét, és ezt is meg fogja vizsgálni a minisztérium, egyeztetnie kell a repülőtérnek az üzemeltetőjével, és úgy változtathatja meg a repülőtérnek a reptér rendjét, amely adott esetben ezt is lehetővé teheti. Ugyanakkor látnunk kell azt, hogy hosszabb távon egyre inkább beépítik
a budaörsi reptérnek a környezetét, tehát előbb-utóbb egy hosszú távú megoldásban is gondolkodni kell. Az egyeztetésen részt vett László Imre, a 11. kerület polgármestere, és Karsai Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere is. Mindketten arról számoltak be, hogy a lakosság egészsége és nyugalma szempontjából szükséges a jelenlegi állapot megváltoztatása. Molnár Gyula országgyűlési képviselő is folyamatosan kapcsolatban van a két kerület lakóival, és próbálja a panaszokat eljuttatni a megfelelő hatóságokhoz. Hát azt gondolom, hogy azért ez a probléma közös, és tényleg őszintén azt gondolom, hogy nem szabadna ilyen politikai ügyét tenni. Tehát ez egy szakmai kérdés, amit egyértelműen tisztázni érdemes. Én most nagyon optimista vagyok, tehát erre mondják azt a politikában, hogyha fele megtörténik, már az is sokkal több, mint ami eddig bármi volt az elmúlt időszakban. Ha pedig minden, akkor szerintem ez egy nagyon jó dolog. Ez egy nagyon nagy erőpróbája lesz, azt gondolom, a miniszternek, mert ő eddig a hatóságok nem ezt tették, amit ő most elmondott. Ő most úgy látom, hogy érti, hogy ez egy probléma, érti, hogy a problémát hogy kell definiálni, és azt is látja, hogy körülbelül milyen rövid és hosszú távú megoldások vannak. Szóval optimista vagyok, de azért az idő majd meg fogja mutatni, hogy megalapozottan vagy nem megalapozottan. A következő hónapokban a zajszint mérése és a szabályok betartásának ellenőrzése lesz napirenden. December közepén pedig értékelik az összegyűjtött adatokat, és az alapján fognak újabb döntéseket hozni.